Hát itt van ez a dinnye, ez már egy 100%-os érett állapotú, olyan 14-15 kilós dinnye, görög dinnye. Saját termesztési dinnyét mutatja Dobovecki István. A nagycserkeszi gazda több hektáron foglalkozik a gyümölcs termesztésével már évek óta. Vegyszert nem használ a növények ápolásához, büszke arra, hogy az övé teljesen biodinnye. Idén pedig kifejezetten ízletes is lett a termése. Ez annak is köszönhető, hogy eddig az időjárás különösen kedvezett a dinnyének. Az áprilisi hideg után a májusi-júniusi meleg jót tett a termésnek, így elegendő mennyiségű és minőségű dinnye kerülhet a piacukra. Az idei év egy kicsit jobb, mint az évekkel ezelőttiek. A tavaszon elég jó csapadékot kapott itt a sok dinnyetermelő, meg nagy cserkesz környéke. Sok napsütés volt. A dinnye szezon már két hete tart. A Nébik munkatársai nagy figyelmet fordítanak arra, hogy megfelelő minőségű dinnye kerüljön a vásárlók asztalára. Többek között vizsgálják a gyümölcs érettségét, alakját, ízét és hőmérsékletét is. De nem csak a dinnyének kell megfelelni az ellenőrzések alkalmával, hanem a forgalmazó helynek is. Eddig azonban az ellenőrök nem éltek panasszal egyiket illetően sem. Még az olcsó dinnyébe sem került bele, legalábbis nem került elő olyan tétel, ami azért lett volna ennyire olcsó, mert rossz. Tehát mindenképpen azt mondhatjuk, hogy a vizsgálatok során a minőség megfelelt, és úgy tűnik, hogy a dinnyetermelők is mindent elkövetnek annak érdekében, hogy legjobb dinnye kerüljön a piacra. Idén Magyarországon mintegy 5000 hektáron termelnek görögdinnyét, sárga dinnyét pedig nagyjából 600 hektáron. Az öt nagy dinnyés tájkörzet között Békés után Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében foglalkoznak a legnagyobb területen a gyümölcs termesztésével. Az össztermés közel 70%-át is ez a két megye adja. Az előrejelzések szerint idén-nyáron különösen jó termés ígérkezik. Körülbelül 200 tonna görög, illetve 18 ezer tonna sárga dinnye várható. Jó minőségű dinnyét előreláthatóan szeptember elejéig lehet majd vásárolni.